Köszöntöm a Bonyhádi Napló minden nézőjét. A kivitelező átvette a munkaterületet, és megkezdődhet a Bonyhádi sportpálya felújítása. A beruházást az állam 1,6 milliárd forintos támogatásával hajtja végre a város. Az átadásra ez év októberben kerülhet sor. A sikeresen lezajlott közbeszerzési eljárást követően Bonyhád város aláírta a kivitelezési szerződést, így nincs akadálya a sportpálya felújítási munkálatainak. Nem építünk stadiont, hangsúlyozta Filóni Ferencivója polgármester, hanem a meglévő pályán végzünk felújításokat, korszerűsítési munkákat, mert jelenlegi állapotában már méltatlan a pálya ahhoz, hogy magasabb osztályú labdarúgó mérkőzéseket, vagy akár színvonalas atlétikai viadalokat szervezzünk rajta. Ennek a felújításnak a révén a legfontosabb, amit szeretnék elsőként elmondani, hogy nem stadiont építünk, hanem a meglévő sportpálya lesz felújítva. Magyarország kormánya 1 milliárd 567 millió 180 ezer forinttal támogatta Bonyhád városának azt az igényét és azt a kérését, hogy sportinfrastruktúrális célra fejlesztéseket valósítsunk meg. Ennek a támogatott forrásnak az egyik részét a Perccel 44-ben található kuriális háznak a felújítására fordítjuk. Itt már az építkezés zajlik, az a közbeszerzés már hamarabb lezárult, és ott már folyamatban vannak a munkálatok, és a másik része ennek a támogatott forrásnak a felhasználásának pedig a sportpálya felújítása. Egy olyan sportpályát újítunk fel, amely az elmúlt évtizedekben csak kisebb rekonstrukciókon esett át, nagyon régóta váratott magára, hogy mind az öltözők, mind a BVLC által használt a klub, a fotballklub által használt épületrész megújuljon. Természetesen magával foglalja a felújítás a centerpálya, az edzőpályáknak a felújítását, és egy olyan rekordtán futópálya is kialakításra kerül, amely még nincs a városban, hiszen 400 méteres átmérőjű ilyen futókörünk nincsen, 6 sávban valósul majd meg. Én bízom abban, hogy annak a városnak amelyben az atlétikának igen nagy hagyománya van, és nagyszerű eredményeket értek el a múltban is, és jelenleg is a fiatal sportolók, egy újabb infrastruktúrális bővítéssel, fejlesztéssel mi is hozzájárulhatunk ezekhez a sikerekhez, és a város is oda teheti magát azzal, hogy a háttérben segít és megtesz mindent annak érdekében, hogy legalább ilyen nagyszerű eredményeket érjünk el ezen a területen is. A sportpálya felújítása minőségi változásokat fog hozni a város sportéletében, mondta Küllő Dalland, a sportcentrum igazgatója. Igaz ez a bajnokságokban játszó egyesületekre épp úgy, mint a tömegsportra. A labdarúgás területén két csapat is magasabb osztály felé kacsingat, ehhez azonban jobb infrastruktúra kell. Igazából ez a változás, ez abban lesz, minőségben lesz majd értékelhető. Nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön a beruházás jövő héten, illetve a mai nap folyamán már munkaterület átadás van, illetve jövő héten bontási munkálatokkal megkezdi a kivitelező a felújítást, ami várhatóan október végéig fog tartani. Ugye ez idáig a bonyhádi felnőtt csapat, illetve az utánpótlás csapatok is vendégségbe vonulnak bonyhádi különböző sporttelepekre, és ott fognak hazai pályán játszani gyakorlatilag idegenben, hogyha labdarúgást veszik most számon, hiszen mind a BVLC-nek, mind a Majorsi Sport Egyesületnek vannak olyan tervei közeljövőben, hogy szeretne osztályt ugrani abban az esetben, hogyha valamelyikük megnyeri a jelenlegi megye egyes bajnokságot. Ugye jelenleg a Majos az első pontazonossággal a BVLC előtt. Valamelyik csapatnak megvan a reális esélye arra, hogy bajnokságot nyerjen. Nyilván ennek vannak pénzügyi és anyagi vonzatai, hogy ezt össze lehet-e rakni, és ebben nem csak az egyesületek, hanem az önkormányzat is hozzá kell segítsen, de a terv az megvan hozzá. Az atlétikai klubnak is vannak tervei, hogyha már itt van egy ilyen szép és elkészül ez a rekordtán futópálya mindenféle atlétikai elemmel, akkor ők is szeretnének majd minőségben esetleg olyan versenyeket idehozni, amik eddig nem voltak jellemzőek. És mindemellett ugye a beruházáson túl az MLS pályaépítési programjának keretében a műfűes edzőpályánk is, tehát az edzőpályánkon egy műfűes gyakorlópályát fogunk létrehozni. Ez azért mondom, hogy ez egybe fog megvalósulni gyakorlatilag, de két külön keretből. Október 22-ig tart a felújítás. A tervek ma arról szólnak, hogy egy olyan mérkőzésen adják át majd az új pályát, melyre hosszú ideig emlékszik majd Bonyhád sportot szerető közössége.
Elsőként a Bonyhád járási foglalkoztatási paktum pályázatát zárták le sikeresen Tolna megyében, több mint 70 munkáltató részesült 250 millió forint állami támogatásban a foglalkoztatási paktum projekt keretén belül. A 2016-ban kezdődött és ebben az évben záruló program során 164 hátrányos helyzetű álláskereső vagy inaktív személy jutott munkához, hangzott el a záró rendezvényen. Mátyás Tibor Attila szakügyintéző mutatta be a Bonyhádi járási foglalkoztatási paktum eredményeit a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban szervezett projektzáró rendezvényen. A foglalkoztatási paktum egy együttműködés, amelynek keretében a munkaerőpiac szereplői összehangolják tevékenységeiket, így a munkaadók és a munkaerőt képző intézmények közösen dolgoznak azon, hogy a helyi gazdaság igényeinek megfelelő, magas szakmai tudással bíró munkaerő álljon rendelkezésre. Felismerve a tényt, hogy magas a munkanélküliek körében az alacsony képzettséggel rendelkezők aránya, a program célja e célcsoport foglalkoztatásának növelése volt. Az együttműködés keretében olyan képzési és foglalkoztatási programok megvalósítására került sor, melyek az elhelyezkedés elősegítéséhez szükségesek. Az alapvető célja a paktumnak az, ahogy a nevében is benne van, ugye a foglalkoztatás bővítése, mégpedig oly módon, hogy lehetőség szerint hátrányos helyzetű személyeket, akik esetleg már régebb óta nem részesei a munkaerőpiacnak, bevonjunk, képezzük őket, és lehetőség szerint itt helyben vagy a környéken különböző cégeknél, vállalatoknál tudjanak elhelyezkedni. Az összes kitűzött szám és indikátor teljesült, sőt még több is, tehát amit 3 évvel ezelőtt megterveztünk, a bevont személyek számát illetően és az állásba helyezettek számát illetően is teljesültek az indikátorok. Ugye van még egy harmadik elvárás, hogy legalább 1/2 évig ezek az emberek állásban is maradjanak. Itt még ugye nem teljes a kör, de bízunk benne, hogy nagyjából nyáron már azt is látni fogjuk, hogy ilyen szempontból is sikeres volt a program. Alapvetően a regisztrált álláskeresők voltak az egyik célcsoport, de jó hír, hogy egyébként a rendszerben nem látható, teljesen inaktív, adott esetben már több éve nem dolgozó embereket is részben sikerült elérni, és őket próbáljuk ugye integrálni újra a munkaerőpiacra. Tehát nem csak a kötelező elvárást hoztuk, hogy akiknek papírjuk van a rendszerben, hanem akik nem látszódtak, azok közül is sokakat sikerült elérni. Nyilván a kormányhivatal közbejárása nélkül ez nem működhetett volna, hiszen alapvetően a rendszerbe a regisztrált álláskeresők ott lépnek be, tehát nyilván az ő adatbázisukból dolgoztunk. Ezen kívül pedig ez a házról házra járás, megkeresés, motiváció abból a szempontból, hogy megéri elmenni egy képzésre, az esetben szakmát tudnak szerezni, ez azért részben sikeres tudott lenni, úgyhogy akár szájhagyomány útján is sikerült így elérni különböző tagjait a célcsoportnak. Mi ebben a részben, tehát a toborzásban csak a stratégiát készítettük el, és itt helyben az önkormányzat munkatársai, a paktum iroda munkatársai és a kormányhivatal munkatársai összefogásban, ahogy ezt a paktum név is mondja, végezték el ezt a munkát derekasan, és sikerült teljesíteni a kitűzött célokat. Ez a pályázat most lezárul, de nem szabad az együttműködést abba hagyni, hiszen a paktum arról szól, hogy egy kerekasztal köré minden résztvevő üljön le, és arra szeretném buzdítani a résztvevőket, hogy ezt a párbeszédet folytassák, és próbáljanak megfelelni az újabb kihívásoknak, hiszen nagyon sok kihívás. Az elmúlt 3 évben nagyon nagy fordulat történt a munkaerőpiacon, erre érdemes új szemmel is tekinteni és felkészülni. A 2016-ban kezdődő programban olyan vállalkozások és szervezetek kaptak anyagi támogatást, amelyek új munkavállalókat alkalmaztak. Ezzel csökkent a Bonyhádi járásban a munkanélküliségi ráta, mivel több mint 70 munkáltató adott állást 164 hátrányos helyzetű álláskeresőnek. Bonyhád város önkormányzata az elmúlt időszakban 6 milliárd forint támogatásban részesült elsősorban uniós forrásból különböző projektek megvalósítására. Ezeknek a nagy része, a 13-ból 12 olyan, amit az itt élő közösség és figyelemmel kísérhetett, hiszen építkezésekről, beruházásokról, fejlesztésekről van szó. Említettem itt a szennyvíztelep rekonstrukcióját, ami jelenleg is zajlik, vagy akár a zeneiskola energetikai korszerűsítését, a várai ifjúsági tábornak a felújítását, a rendezvénytérünknek a megújulását, ez csak néhány példa. De egy közülük a említett foglalkoztatási paktum projekt, az nem volt ilyen látványos, hiszen nem egy fejlesztésről, egy beruházásról beszélhetünk, de legalább olyan fontos szerepe volt
az elmúlt időszakban, 2016-os projekt kezdete óta, hiszen az itt működő és a Bonyhád környéki településeket, gyakorlatilag az egész járást lefedő települések igénybe vehették azokat a támogatásokat, elsősorban vállalkozások és olyan munkáltatók, akik lehettek intézmények is, akik konkrét támogatásban részesültek, hogyha munkavállalókat, új munkavállalókat vettek föl. Szerintem ez fontos, hiszen az alapvető cél az volt, hogy a gazdaságot ezáltal is segítsük. És minden projektnek, ha a legnagyobb részét arra tudjuk fordítani, amire alapvetően hivatott, ugye a különböző előírások és szabályok betartása mellett, akkor örömmel mondom el, hogy ebből a 250 millió forintból a 170 millió forintot is meghaladta az a forrás, ami konkrétan a munkáltatókhoz került a támogatás formájában. A nagy része mikro és kisvállalkozás volt, és azon belül is elsősorban egyéni vállalkozók, akik egy, illetve egy-két főt tudtak bértámogatással foglalkoztatni, legalább 6, de van több esetben 8 hónapon keresztül. Nekik annyit kellett vállalni, további 3, illetve 4 hónapon keresztül tovább foglalkoztatják őket, van egyfajta utánkövetése a projektnek. És ez egy jelentős támogatás volt, hiszen legalább fél éven keresztül valakinek a bérét és a járulékait egy pályázatból lehet finanszírozni, miközben hatékonyan termel az adott vállalkozásban. Szerintem ez nem nehéz végig gondolni, hogy ez egy nagy segítség. Én örülök annak, hogy több bonyhádi vállalkozás és Bonyhád környéki vállalkozás is igénybe vette ezt a lehetőséget, és bár a mi programunk most lezárult, de a jó hír az, hogy a Tolna megyei foglalkoztatási paktum, amely szintén egy nyertes pályázat volt megyei szinten a megyei önkormányzat által, az tovább folytatódik, és ugyanazzal a célcsoporttal dolgoznak. Tehát mindenki, aki abban a 12 célcsoportba tartozó és álláskereső 25 év alatti inaktív roma származású, és még sok-sok szempont van azoknak, illetve az ő leendő munkáltatóiknak jó hír, hogy ez a támogatás tovább is igénybe vehető a megyében. Mindenki, aki a megyében él, így akkor a bonyhádiak is továbbra is részesülhetnek ebben a támogatásban, amennyiben erre szükség van. A Bonyhádi önkormányzattal együttműködött a Tolna megyei kormányhivatal és a gondozási központ családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, mivel ők napi szinten találkoznak a hátrányos helyzetűekkel, és szaktudásukkal segítették a projekt célját. Tolna megyében az elmúlt időszakban toppos források 27,5 milliárd forint érkezett, ebből az én körzetemben, a Tolna megyei második számú választókerületbe 8 milliárd forint érkezett. Ez jelenti Dombóvár, Bonyhád és még 56 települést, a különböző kulturális és egészségügyi célok, szociális célok fogalmazódtak meg, de emellett gazdasági jellegű pályázatok is voltak, így ez a foglalkoztatási paktum, ahol önkormányzatok, Tolna megye, kormányhivatal, járási hivatal és vállalkozók fogtak össze annak érdekében, hogy a munkanélküliségi mutatót még tovább tudják javítani, illetve a foglalkoztatottaknak a számát tudják javítani. Elmondhatjuk azt, hogy a megyében az egyik leggyorsabban fejlődő térség és a legalacsonyabb a munkanélkülisége is, ez a tolnai járás, hasonlóan a Paksihoz. Szeretnénk, hogyha ezek a jó számok a következőkben is megmaradnának, javulnának, illetve Tolna megye más régiói is ezekhez a számokhoz hasonlót tudna mutatni, ezért dolgozunk. A mai napig tartó Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében a tervek szerint 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív szemét vonnak be a foglalkoztatásba. Gyakran itatja át az érzelmi zsarolás a kapcsolatainkat, ám annak felismerése és kezelése nem könnyű feladat. A Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Házban tartott pszichológiai előadás témája az volt, hogy megvilágítsa az érzelmi zsarolás fogalmát, fajtáit, és azt, hogy megfelelő kommunikációval, önismerettel és önbizalommal sokat tehetünk a zsarolás ellen. Felnőtt kapcsolatokban egyensúlynak kellene lennie. Éppen ez az egyensúly hiányzik azokból a kapcsolatokból, ahol az érzelmi zsaroló uralkodik a másik félen. Elhiteti a másikkal, hogy minden rosszért az áldozata hibás, míg a zsaroló a jó.
Debulai Nagy Melinda pszichológus azt mondja, gyakori az ilyen játszma a párkapcsolatokban, a családokban, sőt még a munkahelyeken is. Ha pedig egy ilyen játszmába kerül az ember, az első és legfontosabb tennivaló megérteni a zsaroló mozgató dugóit. Az egyik fél mindig a hibássá válik az adott problémában, míg a zsaroló fél mindig azt mondja, hogy én nem vagyok hibás semmiért, nem vállalok felelősséget, minden a te hibád. Mindig mindenért a másikat hibáztatja, őt okolja. Ebből kifolyólag ő egy ilyen felsőbbrendű személynek fog tűnni. Úgy viselkedik, hogy irányítani próbál. Próbálja megmondani, hogy mit, hogyan csináljunk. Ez az egyik fajta zsaroló, aki megmondja azt, hogy mit kell csinálnunk és hogyan. Másik fajta zsaroló viszont kifejezetten úgy viselkedik, hogy ő aztán nem mond semmit. Minden nekünk kell kitalálni. El kell azon gondolkodni, hogy mi rosszat tettünk? Most miért kell így viselkednie? Most mi ez, hogy nem beszél velem, hogy egy ilyen hideg, kemény csönd van? Ez most miről szól? Most mi rosszat csináltam? Mindig az a lényeg, hogy a másik fél csinálja a rosszat, a zsaroló egy abszolút pozitív, ő a segítő fél, ő az, aki értünk mindent megtesz, és önmagát feláldozza, és mi vagyunk a rosszak, mármint akik az áldozatok, ők a rosszak, ők azok, akik miatt kialakult ez az egész helyzet. A Bonyhádi Vörös Márti Mihály Művelődési Házban tartott előadáson az érdeklődők megtudhatták, hogy többek között létezik büntető, önsorsrontó, szenvedő érzelmi zsaroló. Utóbbi jellegzetes mondata, azt se vennéd észre, ha valami történne velem. Amíg a mártírt a szeretet hiány, addig a hideg érzelmi zsadolót az érzelemtől való félelem vezérli. Annak ellenére, hogy milyen nagy embernek tűnnek, milyen hangosnak tűnnek, nagyobb a füstje, mint a lángja ennek az egész történetnek, mert iszonyatos félelem munkál bennük, hogy elhagyják őket, iszonyatos félelem munkál bennük, hogy őket lenézik, megalázzák, és hogy ezt így megelőzzék, inkább ők azok, akik ezeket a dolgokat megteszik. Tehát ez nem úgy működik, hogy ő reggel föl kell, hogy akkor én most már pedig így és így fogom zsarolni a páromat. Ezek egy kialakuló játszmák. Személyiségvonásoktól is függ, attól is függ, hogy ki mit hozott holról, milyen mintákat láttunk, milyen kapcsolati mintákat láttunk. Ez nem feltétlenül csak a szülő. Szülővel való kapcsolat, nagyszülővel való kapcsolatunk is, lehet testvérünkkel való kapcsolatunk is, és a zsarolók nem feltétlenül csak a családunkból kerülnek ki, sajnos baráti körben is, akár munkatársak között is előfordulhatnak ilyenek. A szakember azt mondja, ha nem is könnyű a feladat, nem lehetetlen változtatni az ilyen kapcsolaton különböző stratégiákkal, megfelelő kommunikációval. Az áldozattá vált félnek például érdemes elgondolkodnia azon, hogy miért engedi meg a zsarolónak ezt a viselkedést. Ha pedig képessé válik határt szabni neki, megértetni vele, mekkora kárt okoz, és megkeresni a zsaroló lelkisérülését, és feloldani azt, akkor megmenthető a kapcsolatok. Tehát házas és a produkciót percekig tartó tapsal jutalmazott estet nyújtott a Hargita Néptánc Együttes a Vörös Márti Művelődési Házban. A táncegyüttes a Magyarság Háza szervezésében érkezett Magyarországra. Az új műsor a bukovinai székelyek táncait mutatta be. A csíkszeredai Hargita Néptánc Együttes 25 éves fennállása alatt nem csak szűke pátriájában, de egész Erdélyben szolgálta a kultúra ügyét. Közösségtudatot építő, hagyományokat ébren tartó rendezvények sokaságát szervezték meg. Emellett rendszeresen lépnek fel a határon túli területeken, ahol a közönség minden alkalommal ízelítőt kaphat abból az autentikus előadásmódból, mely színpadra viszi a hagyományokat. Úgy gondolom, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy nekünk ezt kell tenni, hogy a székelyeknek a hagyományával, a székelyeknek a kultúrájával, népi életével kell foglalkoznunk. Most bukovinai műsorral jöttünk, és ezzel turnézunk Magyarországon, hál' Istennek sikerrel és teltházzal. Két műsorral jöttünk, egy farsangi műsort is hoztunk a magyarországi turnénkre, hiszen farsangban vagyunk, és ez a jókedv, a mulatság és a életszagú műsoroknak az ideje. Thank you.
nagyon különös dolog ez, mert mi ezt a műsort magunknak készítettünk, nem a magyarországiaknak, de ha ide jövünk Magyarországra, most a Budapest előadásunkon a bukovinai székelyek megtöltötték a házat, és most ahova jöttünk, a bukovinai székelyekhez, itt újra ők vannak, tehát gyakorlatilag a vér szerinti rokonaink nézik a műsorokat, a rokonaink itt vannak, tehát hogy ők mi vagyunk, csak úgy olyan rég elváltunk egymástól, hogy most újra kell találkoznunk, ismerkednünk, és meg kell találnunk a közös életünket. Nekünk már mindig nagyon sokat jelent, ami rólunk szól. Úgy gondolom, hogy ez a műsor, ahogy említettem, tehát bukovinai sorsot dolgozta fel, és ez számunkra nagyon fontos, hiszen a megélt történelmünket, hogyha újra láthatjuk, főleg, hogyha egy ilyen úgymond profi táncosok adják elő, akkor meg különösen nagyon sokat jelent, hiszen a minket próbál bemutatni, és a mi sorsunkat idézi elő, ami úgy gondolom, hogy életbe kell tartani, hiszen rólunk szól. Nagyon örülök, hogy most a Magyarság Háza kezdeményezésére, ugye Csübi Krisztina elnök asszony segítségével is sikerült összehozni ezt a programot. András Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes vezetője, művészeti vezetője és igazgatója. Az én osztálytársam volt a Táncművészeti Főiskolán. Ez 1989, 88-tól 92-ig volt, és ott már kialakult közöttünk egy nagyon szoros baráti és szakmai kapcsolat is. Ez a kapcsolat azóta is töretlen, több műsor készült már velük, és nagyon remélem, hogy nem ez az utolsó, ami ma is látható. Én azt gondolom, hogy ez a hit és az erő, a megtartásba vetett hit és erő, amit egyébként a székely családok úgy gondolom, hogy sugároznak is magukból, de ugyanakkor egy ilyen műsor, amikor a kinti, a határaikon kívül élő székelységgel együtt lehet egy ilyen műsort megcsinálni, ez a székelység és a ma már Magyarországon élő bukovinai székelység közötti kapcsolatot is jelenti. Én azt gondolom, hogy ezt a műsort senki mással nem lehetett volna ilyen jó ízűen létrehozni, mint a székely, nemzeti székely táncegyüttessel, hiszen ők még magukkal hozzák otthonról a székely nyelvjárást táncban is, énekben is, beszédben is, és azt gondolom, hogy a bukovinai székely táncokat ennél ízesebben és ennél archaikusabban és hitelesebben senki nem tudná tolmácsolni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!